A jezsuita szerzetes rend egykori jelenlétének emlékére jezsuiták terének nevezték el Mezőkövesden a Jézus Szíve templom melletti területet. A téravató ünnepséget december 3-án Xaveri Szent Ferenc ünnepén tartották. Több évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, és azt gondolom, hogy ez a tér most alakult ki véglegesen, most nyerte el végleges formáját, és mi lenne ennél méltóbb, mint egy közterületet, a város központjában egy közterületet nevezünk el azokról az atyákról, akiknek köszönhetjük, hogy ma Mezőkövesden ilyen lelkület van. Most már az a feladat, hogy méltók legyünk erre az elnevezésre, és utódaink is fogják tudni, és utódaink se kérdezzék meg, hogy miért jezsuiták terének nevezzük ezt a teret. A Jézus Szíve templomban megtartott ünnepségen Varga László lokálpatrióta helyi szempontok alapján, Bartók Tibor szerzetes pedig a közösség szemszögéből vázolta fel a jezsuita missziót. Én 4 éve vagyok itt plébános, és nagyon sokat hallottam a jezsuiták működéséről. Mindenki mondja, hogy ez egy olyan óriási lelki tőke volt, amiből mind a mai napig élnek az itteni hívek. És én magam is érzem ezt. Közös volt az elgondolás, hogy nevezzük el ezt a teret jezsuiták terének, vagy jezsuita térnek, hogy őrizzük meg az ő emléküket. Természetesen ez a tér elnevezés ettől még többet érne, hogyha maga a jezsuiták jönnének ide-vissza. Én magam részéről szívesen átadnám a helyemet, mert csak jöjjenek, de hát őnekik is jobban be kell osztani az idejüket. Amit tehetünk, ezt tehetjük, hogy őrizzük az ő szellemiségüket, lelkiségüket, elgondolásukat, természetesen ugyanazon Krisztus seregében mozgunk mindnyájan, és az ő dicsőségét szolgáljuk. Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki kiemelte, hogy az egri főegyházmegye mennyi mindent köszönhet a jezsuitáknak, majd megemlített néhány személyes találkozást, meghatározó élményt, amely őt a rend tagjaihoz köti. Prédikációjában Forrai Tamás tartományfőnök a jezsuita küldetésről beszélt. Szertes évet intottuk el, és azt gondolom, hogy egész évben a szertességből szeretnék kiindulni. Valahogy 2000 éven keresztül az egyháznak azt az arcát mutatják, amelyik nem egy területi alapon szerveződik, hanem mindig a konkrét embereknek a konkrét szükségletére próbált válaszolni. És ezen belül azt gondolom, hogy a jezsuita rend pedig arra a lelki igényre, arra a lelki szükségletre, akik próbálták megkeresni a saját személyes Isten tapasztalatukat. Akik ezt tudatosan keresték, vagy akik nem is tudatosan, de egyszerűen éreztek egy belső hívást erre, azt gondolom, hogy az ő megszólításuk, az ő kísérésük igazán a jezsuita küldetés. Közelvinni az embereket, a kereső embereket Jézushoz, bármilyen messze is vannak tőle, bármennyire szét vannak szórodva, bármennyire el vannak választva határoktól, különböző gátakkal, attól, hogy megtapasztalhassák az egyházon belül az evangéliumok üzenetét, egyszerűen újra visszahozni őket, megtalálni ennek a keretét. Egy olyan lelki énséget látunk itt ebben az országban, amit szeretnénk elsősorban a lelki gyakorlatokkal, azoknak az evangélium tapasztalatával, hogy azok közel visznek minket Jézushoz, ezzel segíteni a mai magyar egyházat. Mezőkövesden 1922-től kezdve 28 éven át működött a szerzetes rend. Ma már elhagyottan árválkodik az általuk építtetett kis templom, melynek harangjait a Jézus Szíve templomba költöztették. A rend szellemisége és hatása azonban ma is érezhető.